Üdvözlet hát mindenkinek! 2023. május 19-e van itt az infobaba.hu weboldalon. Ez a különös dolgok, és ezúttal egy olyan témával szeretnék foglalkozni, ami valószínűleg sokakat érint, vagy esetleg érdekel, ez pedig a párkapcsolat, párválasztás. Néhány érdekes videót találtam, amik éles kontrasztban vannak egymással is, rámutatnak arra, hogy mi a mai helyzet, és mi, a, mi volt a helyzet mondjuk 10, 15, 20 vagy akár 100 évvel ezelőtt, hogy mekkorát fordult a világ ezen a téren, és mennyire másképp gondolkodnak az emberek most, mint ahogyan gondolkodtak akkor, Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo! útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon. És ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ezen téma kapcsán eszembe jutott az a mondás, hogy bevitte az erdőbe valami ilyesmi, ha jól emlékszem, létezik ez a kifejezés. Ez azt jelenti, hogy félrevezette vagy megtévesztette, azért mert az erdő az olyan, mint a hazugság, vagy a megtévesztés, hogy az, aki nem tudja a helyes utat, a kivezető utat, nem ismeri az ösvényt, vagy a járást ott, az bizonyosan eltéved, és hogyha eltéved, akkor hosszú időre bent ragad az erdőben, de az is lehet, hogy súlyosabb problémákkal kell szembenézni, akár az ott élő állatokkal, vagy pedig nyilván az elemekkel, esetleg éhenhal, szomjanhal, de a lényege az ennek a kifejezésnek, hogy félrevezetik az embert azért, mert a hazugság olyan, mint a sűrű erdő, hogy az ember nem látja a valóságot tőle, mert eltakarja a sok hazugság, és a párkapcsolatot hosszú évtizedek óta övezi egyfajta erdő, hogyha lehet így fogalmazni, a hazugságoknak ez az erdeje, ami a tisztást, illetve a tisztánlátást az emberek elméje eltakarja. Különösen azt hiszem, hogy sebezhetők ezügyben a nők, legalábbis én azt vettem észre. A világ életemben én nagyon kedveltem a filmeket, volt egy műfaj, amit utáltam a kezdetektől fogva, mióta az eszemet tudom, rüheltem, és ez pedig a romantikus filmek. Én nem tudtam akkor megfogalmazni, hogy miért van ez, de most már tudom azért, mert gyakorlatilag semmi értelme nincs, és ezt józan észre fel lehet fogni, hogy a mesében nincs olyan, ami ezekben a filmekben történik. Ami viszont az a káros ebben, hogy sokan úgy gondolják, hogy ez a valóság, ez valami, amit meg lehet szerezni, és nem is csak az, hogy meg lehet szerezni, hanem valami, amire érdemes törekedni, hogy az élet az ilyen, hogy találok valakit, aki tökéletes, aki tökéletesen néz ki, aki intelligens, aki gazdag, aki fiatal, aki minden szempontból megfelelő, mindenki őt akarja, de az majd épp engem fog választani, és boldogan élünk, amíg meg nem halunk probléma mentesen, és elültetik ezzel a bogarat az emberek fülében, és azt a magot az elméjükben, majd azután erre várnak, ezek az emberek, és ez különösen a nőket érinti, mert úgy gondolom, hogy mi elhanyagolható azoknak a férfiaknak a száma, akik romantikus filmekben utaznak, bár a mai világban feltételezem azt is, hogy egyre több. Azonban a nők kétségtelenül áldozatául estek ennek a, a hazugságnak. És végtelen van, azért is mutatom meg ezeket a képeket, mert vége hossza nincs ennek a szemét áradatnak és annyira nevetséges az egész. Úgy értem, hogy ha végig kellene néznem, akkor az embernek a gyomra felfordul attól, ami, ami, zajlik ezekben a filmekben. Nem arra értem ezt most, hogy a bűn, hanem csak annyira gícses az egész, meg szánalmasan primitív az összes ilyen történet. Mindez persze nem számít, hisz van erre egy vevőközönség, és imádják ezeket a nők. Következő cikkben azt olvashatjuk, hogy maga a romantika az nagyon népszerű, és akár drámáról, komédiáról vagy thrillerről legyen szó, maga a romantika úgy, mint egy elem, az igen nagy népszerűségnek örvend, és ennek a célközönsége a 13 és 40 év közötti fiatal, illetve érett nők, akik tipikusan sokkal ragaszkodóbbak, illetve érzelmileg jobban kötődnek ezekhez a karakterekhez, akiket látnak a filmekben, és rákattannak ezekre a karakterekre, vagy akár a szerelmi érdekekre és különböző viszonyokra abban, valamint az érzelmekre a karakterek között. Az érettség az pontosan az ellenkezője ennek. Az élet azt jelenti, hogy testben, lélekben kifejlett felnőtt személy, valaki, aki komoly, aki lehiggadt, az, aki megfontolt. Teljesen kifejlődött, egészen kiforrott, aminek az érése befejeződött. Lehet, hogy életkor tekintetében ezek az emberek, nők ez esetben már életnek mondhatók, úgy értem, hogy megöregedtek magyarul de mentálisan semmiképpen nem, hogyha nekik még mindig problémát okoz elkülöníteni a filmet a valóságtól, hogy ők rákattannak érzelmileg erre. Ez persze filmekről volt szó, legalábbis ebben az újsághírben, illetve ezen az oldalon, a következőben azonban úgy általában méve romantikus olvasmányokról írnak, és a célközönsége ezeknek tradicionálisan 35 és 54 év közötti nők voltak, mostanában azonban ez 18 és 54 közötti nőkre tolódott ki. Következő egy pdf, amit megtalálhat mindenki online, ugye látható itt a cím, ha valakit érdekel, ez Carmella App pdf-e, illetve írása, meggyőzés és propaganda 2014 tavaszán azt kutatták, hogy mennyire meggyőzőek a romantikus filmek azzal kapcsolatosan, hogy a, utána a közönségnek a szerelmi ideája az hogyan változik. A romantikus filmeknek a közönsége egyébként 85%-ban nő. Általában véve 25 és 34 év között de 18-24 és 35-44 éves csoportban is legalább ennyi képviselőt találunk. 18-44 éves korig 85 a a nőknek, vagyis ezeknek a film szerelmeseinek az nő, és ezek általában 18 és 44 év közöttiek. A felnőtt emberek is még mindig ezeket a dolgokat nézik. 55%-ának nincsen gyereke ezeknek a nőknek. Két példát említenek itt, az egyik az a te vagy a tökéletes férfi, ugye ez egy film made of honor, nem tudom, hogy mit jelent ez. 2008-as, hogy magyarul mi volt a címe, a másik pedig a Runaway Bride 1999-ből, és azt mondja, hogy én azzal dicsekszem, hogy te milyen jó vagy, és hogy én vagyok a legszerencsésebb férfi a világon. Az elképzelése az embereknek, különösen a nőknek, ugye még mindig individuális, tehát egyéni, hogy milyen a tökéletes partner, amit ők keresnek, de hiszik azt, hogy létezik egy tökéletes nekik való partner, akivel az élet majd tökéletes lesz és még mindig hisznek abban, hogy van egy ilyen lélektársuk, vagy egy lelki társuk. <laughs> és ez a fantázia, ez kölcsönös a romantikus filmekben, és a elterjedt a mi kultúránkban is ezáltal. Úgy, mint hogy az ideális kapcsolat az így kell, hogy kinézzen az egy lelki társ, aki tökéletes számomra, és majd egyszer megtalálom azt valamikor, valahol. A Will Smith film Hitch 2005-ből ugye az idézet abban való, az emberek egész életükben próbálják megtalálni számukra az igazit, és a The Notebook 2004-ből azt mondja, hogy téged akarlak, teljesen téged akarok örökre minden nap, te és én minden nap. És ez az elgondolás a kultúrában, ugye ezt elfogadják az emberek, és úgy gondolják, hogy nekik kell keresniük ezt a tökéletes lelki társat, aki majd egy ilyen, egy ilyen hibátlan ember lesz számukra megfelelő. Olyan csodálatosan megvan fogalmazva az, az egész. Szóval a moziból áterjed az emberek elméjébe ez az ökörség, hogy a lelki társam, meg a tökéletes, meg ez ezért nem jó, az azért nem jó, majd megtalálod az igazit, meg kered 18-44 évesig szívják magukba ezt a hülyeséget, és aztán mennek a világba, bolyongnak, és a végül az, az lesz ugye, hogy egyedül halnak meg, mint ahogyan azt már demonstráltam, 2030-tól 45%-a a nőknek gyerek nélkül lesz, és egyedülálló. A másik kihívás, amit ugye ezt támaszt ez az elgondolás, hogy úgy képzelik ezt a kapcsolatot, hogy majd ebben nem lesznek kihívások, ha megtalálják a lelkitársukat, mert a filmek az a pontosan ezt a képzetet keltik az emberekbe. Például ebben a The Notebook című filmben minden lány azt kívánja, hogy egy olyan férfit találna magának, mint Noah szereplő, ez 2000, 14 itt, az előbb 2004-et írt, nem tudom, hogy melyik a valós lehet, hogy elírták. De ami különös ebben a Noah karakterben, az az, hogy ez a szerelem, amit érez, vagy amit demonstrál, vagy bemutat a film nekünk, ez egyfajta felhőtlen erőfeszítés nélküli szerelem, ami nem létezik a valóságban. Ebben a tanulmányban egyértelműen arra jutnak, hogy az emberek azok elhagyják egymást, illetve el is válnak egyre gyakrabban, mert próbálják megtalálni azt a kapcsolatot, amelyik könnyű, amelyik ilyen erőfeszítés nélküli. És az első házasságok 41%-a vállással végződik, a második házasságok 60%-a, és a következőnek pedig 73%-a. Ennek az ideológiának a hívői úgy gondolják ezeknek a romantikus filmeknek a hatására, hogy soha nem lesz semmilyen küzdelmeik a partnereikkel, és semmilyen probléma nem lesz közöttük soha. De mutatok egy videót ezzel kapcsolatban, ez Modern Women Archives Reviews, ahol a TikTok videókat néz át ez a srác, és aztán kommentálja. De ilyen megdöbbentő ostobaságokat beszélnek ebben a nők. Persze nyilván találni férfiból is ilyet, de ez konkrétan erre koncentrál. Itt van egy példa. It just broke a guy's heart. Szóval összetörtem egy, egy fiúnak a szívét most. Like the nicest guy I've ever met. És ez volt a legkedvesebb srác, akivel valaha találkoztam. Bármit megtett volna, értem. Csak keresek egy érzést, ami lehet, hogy nem is létezik. Keresek egy érzést, ami lehet, hogy nem is létezik. Egy olyan fajta szeretetet, vagy szerelmet, és ez borzasztó az egész. És most nagyon szomorú vagyok, szomorú vagyok. Érthető! Ez aranybánya ez a cikk, de azt mondja, hogy azért választottam ezt a témát, hogy erről beszéljek, mert számos, illetve sok népszerű romantikus filmben, amikor a főhősök összejönnek, akkor általában szerelmesek, és szexuális kapcsolatot is létesítenek. Mivel ez egy következetes téma és előforduló motivum ezekben a filmekben, a fiataloknak, meg most ahogy látjuk már ezeknek az éretteknek is, az lesz az elméjében, hogy a szex az a szerelemmel azonos, vagy úgy fordítják le a szexet, mint szerelmet. Láthatjuk, hogy teljesen úgy van, ahogyan ő írja azt. Minél több ilyen fantáziát, vagy romantikus filmet fogyaszt az ember, a társadalom különösen, mondjuk mint ahogyan a mi társadalmunk manapság nézik ezt a sok hülyeséget, meg hallgatják a zenét, akkor kialakít az egész társadalom közösen egy, egy ilyen fajta módot, ahogyan tekint a világra, vagy ez esetben a szexualitásra. Szóval lesz egy közös mód, ahogyan mi tekintünk ezekre a dolgokra. Közös perspektíva, hogyha talán az jobban kifejezi. Hogyha eleget fogyasztunk ezekből, akkor végül ez a társadalmi elméletnek lesz egy része. Az, az, ahogyan a társadalom vélekedik a világról, ez beleívódik. Tehát lehetséges manipulálni az embereket a filmeken keresztül. Laura Carpenter egy felmérésében azt találta, hogy a tinédzser fiúk és lányok a médiát használják elsősorban, ez az elsődleges forrásuk, ahonnan a szexualitásról tanulnak. A másik pedig az, hogy ezek a képek és ideológiák hihetetlen hatást fejtenek ki a kultúrára. Ezeknek a filmeknek a nézői az arra az alá hatás alá kerültek, hogy a szex az a szerelemmel azonos, és úgy gondolják, hogyha ha szexuális kapcsolatot létesítenek valakivel, akkor azért a jutalom majd szerelem lesz cserébe. Mint ahogyan az a filmekben van. Ezért a nők alkotják a többségét, azoknak, akik a romantikus filmeket fogyasztják, és aztán mennek ezek a világba, ezek a felnőtt nők ezzel az infantilis elképzeléssel a fejükben. Azzal az eredménnyel, amire ő jutott itt, hogy egy a legkedvesebb fiút elüldözte magától és ott azért, mert egy olyan érzést keres, ami lehet, hogy nem is létezik. Ám most egyéb ilyen ostobaság van, amit még hisznek a nők ez miatt, ugye ez miatt a jelenség miatt, hogy nézik ezeket a romantikus filmeket. Ilyen például az, hogy a szerelem mindent legyőz, és úgy gondolják, hogy az egyetlen dolog, ami szükséges egy kapcsolatban, az a szerelem, és ezáltal minden akadályt majd képesek lesznek legyőzni. A lelki ideológia pedig tovább fokozza a problémát azáltal, hogy úgy gondolkodnak a nők a kapcsolatról, meg ezek az emberek, akik ezt az ideológiát magukévá tették, hogy egyszerű és könnyű kell, hogy legyen egy kapcsolat, ahol már nehézségek vannak, ott már dobbantani kell, lehet is menni tovább. A romantikus filmek, amiket vizsgáltak, ez Hefner és Wilson 2013-as felmérésében, 65%-ában ezeknek a filmeknek előfordult a négyből, szinte mindegy, mindegyik a négyből a 65%-ban. A négy pedig a következő. A szerelem mindent legyőz, lelkitás, az ideális partner, vagy ugye idealizálni a másik partnert, illetve szerelem első látásra. Ebből a négyből a fémek 65%-ában előfordul mind a négy. De ami a leggyakrabban előfordul, az a szerelem mindent legyőz. Minél jobban az ember kiteszi magát ezeknek a hatásoknak, annál inkább azok fognak rajta. Működni. A tanulmány végül elmondja azt is, hogy a tartalom, amit fogyasztunk, annak jelentős hatása van arra, ahogyan a világot szemléljük. probléma a filmekkel az, hogy a történetek, amelyeket előadnak nekünk, azok a mi saját életünket reprezentálják, legalábbis hasonlatosak ahhoz. Ezek után mindenki érteni fogja, hogy ez az agyhalott miről beszél ebben a videóban

egészen hihetetlen, hogy milyen ostoba emberek vannak. Ja, és akkor nem elég, hogy a filmeket nézik ezek a nők, hanem hallgatják egymás hülyeségét még utána az interneten. És nem teszel neki szívetséget azzal, hogy maradsz. If anything, you're start Your have to be toxic. És az haragot fog felépíteni benned. Ugye gyűlölni fogod az embert, mert azért maradsz ott, mert házas vagy. A kapcsolat nem kell, hogy rossz legyen, vagy ugye ebben az esetben toxikus vagy mérgező, ahhoz, hogy te el akarj válni. To your of to leave. Hogy igazold azt az érzésedet, hogy te el akarod hagyni. Nem kell, hogy rossz legyen a kapcsolat. To Hogyha ő egy jó ember, akkor megérdemli, hogy boldog legyen. Hogy olyannal legyen, aki úgy szereti őt, amilyen ő valójában. You, you He... Hogyha az nem te vagy, akkor el kell, hogy engedd. Like right now, lehet, hogy nem így gondolod most, de mind a kettőtöknek egy szívességet teszel. Hogy lehet valaki, hogy lehet így gondolkozni? Hogyan jutottunk el idáig? Ki az, aki a háttérből irányítja ezeket a dolgokat? Gondolkozott már ezen valaki? hogy így gondolkodnak a nők, meg a férfiak is persze, de a nők különösen, azért, mert nézik ezeket a filmeket, meg hallgatják a zenéket, ahol a szerelemről van szó, szerelem első látásra, szerelem szexualitás, a tökéletes partner, a lelkitárs, a problémák nélküli kapcsolat, meg a szerelem mindent legyőz. És aztán ezek az ideológiák nem csak az egyének, hanem az egész társadalomba beisszák magukat, Azért, mert nézzük, a film, mert érkezik hozzánk a propaganda. Szóval a kutatás alátámasztja azt, amit mindenki tud szerintem belül, meg érez, hogy az, amit fogyaszt az a tartalom, az hatással van az elmére. Itt van még egy droid, akit meg akartam mutatni. És hogy e, végre elváltam, azt mondja az agyhalót, hogy végre elváltam, felöltözök és megyek Martinit vedelni, és végre eljött ez a pillanat. US really really to, uh, szóval az amerikai jogi rendszerben nagyon könnyű megházasodni, és, és nehéz elválni. It's hard to Ugye nehéz elismerni azt, nehéz volt elismerni, hogy ez a kapcsolat, amiben voltam, vagy házasság, ez nem szolgált engem, és a kezdetektől fogva nem szolgált engem. Hoppá, és azt mondja, hogy nehéz feladni a történeteket, amelyeket mesélünk magunknak. Sort of kind of like és van egyfajta nyomás, hogy úgy érezzük, hogy azt kell csinálnunk, amit

hogy nem kellett ügyvéd sem hozzá, az egészet én kitaláltam, eldöntöttem, hogy ott hagyom. Érdető, hogy milyen primitívek ezek az emberek, hogy, hogy, fel, hogy ezt az új kék szem akármit felteszem, és megnézem, hogy milyen lesz. Így, így tartanak. És ezekre mondják azt, hogy ezek érett nők, meg hogy a nők érzelmileg érettebbek, mint a, mint a férfiak, meg fejlettebbek. New, um blue eyeshadow that I got. So, to Elizabeth Taylor, the... Hoppá, és azt mondja, hogy azért annyira nem Elizabeth Tayloros, mint a királynő Elizabeth Taylor. Of fabulous divorces. Aki a királynője a mesés vállásoknak. Értető, hogy miért kezdtem azzal, hogy bevitték az embereket az erdőbe, hogy mit is jelent ez, hogy a megtévesztés az mennyire súlyos a világban. Az pontosan erről beszéltek ezek a tanulmányok, és bárki utána járhat ennek. Manipulálják az emberek elméjét azokkal a tartalmakkal, amelyeket elénk helyeznek, és úgy állítják azt be, hogy az ártatlan szórakozás, így az ember beül, leereszti minden védelmi mechanizmusát, és csak felszívja a propagandát, aztán kijön onnan, és éli az életét azt gondolván, hogy ami a fejében van, az a saját gondolatai, az a saját elméből származik, miközben azt betáplálták oda, meg beplántálták azt a magot. Ki az, aki beplántálja ezt, vagy kitalálja ezt? Természetesen az ellenség az, aki mindezt cselekszi, de nincs túl nehéz dolga, mert úgy tűnik, hogy mi imádjuk ezeket. És én nem is hibáztatok senkit, mert én is imádtam ezt, még a világban voltam. Most azonban látva, nem is tudom, hogy mi a megfelelő kifejezés erre, amit érzek. De hogy pozitív gondolattal fejezzük be, itt van egy ellenpélda mindenre, és azért mondtam az elején, hogy menjünk vissza néhány száz évet, és tudom, hogy ezek nem néhány száz évesek ezek az emberek, de azt a gondolkodásmódot reprezentálják, amit néhány száz évvel ezelőtt a gond az emberek gondoltak a házasságról, meg úgy általában a párkapcsolatról, amikor nem azt keresték, hogy a szerelem mindent legyőz, meg a lelkitársukat, meg a tökéletes partnert, hanem értették és emlékeztek arra, hogy a házasság és a párkapcsolat az munka, minden nap munka. Aki belevág ebbe, annak lesz egy második teljes munkaidős állása a megélhetése mellett. Az pedig az, hogy dolgozik a partnerével, a férjével vagy a feleségével azon, hogy ne menjen tönkre a házassága. És ha kellő időn át teszi ezt, akkor mindketten jobb emberek lesznek, és ugyanilyen jobb embereket kreálnak majd. Hallgassa csak meg mindenki azt, hogy hogy beszél ez a két ember egymással, és egymásról nem is tudom hány évtized után. Pályán is volt itt a futballpálya. Nem kérdezté. Meg részegedett, azt mondtak mondja már. Úgy meg volt részegedve, nem tudta, hogy hol, hol van a pályán. Már kell menni. Mit kell csinálni? Mondd egyébként, mondd egyébként. <laughs> szóval, érted ő. elmondják ezeket a történeteket, amiket együtt éltek meg, nem azt keresik, hogy a szerelem mindent legyőz, hogy hogy lehet tökéletes partnerem, meg a lelkítás, meg ezeket az ő körségeket. Mondtam, hogy menjen át, az, mondta, hogy nem az azért ide így moró. <laughs> ja. Mi <laughs> <laughs> De most jön a nagy, és jegyzeteljen mindenki, akinek van párkapcsolat, aki házasságban él, ugye párkapcsolatot mondok, de ez annyira nyilvánvaló, hogy én házasságra gondolok, nem párkapcsolatra, de figyeljen mindenki. Az egyetértéssel, és az egymás való szeretettel, és a békességgel, így telik át csak. Másképpen nem tudják átállni ez a sok idő, amit eltöltöttünk együtt. Szóval akkor, akkor mi az, amit keresni kell? A békesség, egymás szeretete, meg az egyetértés. Nem a szerelem mindent legyőz, meg az ideális te meg a lelkitárs, meg a problémák nélküli akármi. Bízom abban, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, mielőtt elbúcsúznék. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, és ez volt a különös dolgok 2023. május 19-én. Feltételezem, hogy ami elhangzott, az nem újdonság senkinek, vagy legalábbis a többségnek, aki ezeket a videókat nézi. Mégis talán érdemes emlékeztetni magunkat, hogy a világ az egy egészen más hely, mint amire oly sok évtizeden keresztül mi gondoltunk, ami ennek, azt mi gondoltuk oly hosszú időn át. Az ellenség azon dolgozik két nappal át éve, mindazokkal, akik őt szolgálják, hogy bevigye az embert ebbe az erdőbe, ahol aztán elveszünk majd mindörökre, ahogy látjuk, nem kevesen estek áldozatul ennek. Vigyázzon tehát mindenki magára, és igyekezzen megtalálni a közös hangot Teremtőnkkel, hiszen ő azt szeretné, hogyha segíthetne nekünk, és vezethetne ő ki minket ebből az erdőből. De ahhoz nekünk hagynunk kell magunkat, és gonosz szívünket meg kell változtatni az ő vezetésével. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, hamarosan újra jelentkezem. Halleluja, és minden jót!